A Magyar Állami Kincstár 1890-ben telepített 420 katolikus családot a Nagybecskerek déli peremén fekvő kietlen pusztára. 1900-ban 3000 személy számláltak a muzsihelyi közösségben. 100 évnek rá ez a szám megnőtt 9600-ra, majd ugye, ahogy a többi településnek is jellemző, itt is tehát lecsökkent, így mostan 2011-es népszámlás adatai alapján, tehát a muzsai helyi közösségben 8200 lakós él. A múlt század 90-es éveitől mintegy 1200-an költöztek el szülőfalujukból. Kiregedett a nép, a szaporulat gyenge, fiatalok elhúzottak, és így tengődünk, de még élünk. A falu első plébánosa Sóka Ignác volt, az ő nevéhez fűződik az első szent búcsú megtartása 1898. szeptember 11-én, Mária neve napja ünnepén. Akkor még a régi iskolatantermében gyűltek össze a hívek, a 125. évfordulón a Mária szent neve plébánia templomban mutatták be szent misét. Sokan költöznek innen is, mert keresik a jobb pillanatot, vagyis azt gondolom a kenyér után mennek, de szerintem itt kezdett és itt kellett folytatni, mert vannak is, akik visszajönnek és bánnak, hogy elmentek. Mindszent és Múzsia 1994 óta testvértelepülések. A határ két oldalán élő családok között is jó kapcsolatok alakultak ki. A magyar kormány által támogatott határtalanul iskola kirándulásoknak köszönhetően pedig a diákok is megismerkedtek. Jönnek a muzsiai gyerekek Mindszentre, a mindszentiek ide. Nagyon fontos ez, mert már a mindszenti és az anyaországi gyerekek nem tudják, hogy ha külföldre mennek, ott éppen miért is beszélnek magyarul. Múzsián több mint 20 működő civil szervezet dolgozik, köztük azok is, amelyek a gazdákat, gazdaszervezeteket tömörítik. Mi próbálunk segíteni nekik a pályázatokba, a támogatási rendszerek elérhetőségében, hogy akár mennyire kicsi is ez a muzslai határ, attól függetlenül minél intenzívebb termesztés technológiákat tudjanak alkalmazni, ezzel emelve a falunak a megtartó erejét egyrészt, másrészt pedig munkahely lehetőségeket teremtve a falunak. A háromnapos rendezvénysorozat egyik fénypontja a budapesti Musica Sacra kamarakórus hangversenye volt.